amikor véget ér egy álom. Szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinál, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérdez. Mi történt? Hol a régi varázs? Mi történt? Magad sem érted? Mi tőled minden olyan más? A búcsúzás egy nagyon nehéz szerep, hol a végszavakat felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Amiben esztendőkig hittél, őszintén, ostobán, vakon, amire esküdni is mertél, összedül, elhagy egy napon. A búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérded, mi történt, hol a régi varázs? Mi történt, magad sem érted? Mi tőled minden olyan más? A búcsúzás egy nagyon nehéz szerep, hol a végszavakat felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.